és az Ötvös C10-ben csinál egy pszichoszínházat, ami a pszichológia színház keretein belül képességeket fejleszt. Azért szerettem volna, ha Gyuri mesél nektek, ez egy olyan kedület, amit nagyon szeretem. Szóval igen, én pszichológus vagyok továbbra is, egyéni és párterápiával, szexuális terápiával is foglalkozom, és egyszer csak eszembe jutott, írtam sok könyvet, iskola pszichológus is voltam, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha a művészet oldaláról mutatnánk meg azokat a pszichológiai dolgokat, amiket én hát tanítani szeretnék, vagy egyfajta gyógyítás az én munkám is, mert ha jól érzi ott magát az ember, aki belül nézőként, akkor azt gondolom, hogy arra a napra már valamit adtunk. Az a néző viszont csak akkor tudja magát jól érezni, hogyha a színész jól érzi magát, és nekem ez egy nagyon nagy visszajelzés, hogy több mint 100 színésszel dolgoztam, és ők visszajönnek hozzám örömmel. Erről is szeretnék beszélni, de egyáltalán mi az a színház? Tehát a színház történet mikor kezdődött? Hát akkor kezdődött, amikor az ősember fogta magát és egy bölénybe rejtett, és azt a bölényt, amíg a nyáson forgatták, sütögették, addig a többiek elkezdtek így tamtamozni, elkezdtek dörömbölni, elkezdtek egymással mentek tapsikálni, aztán később hangszereket is gyártottak, mert örültek, mert együtt voltak. Éppen gondolkozom, hát nem kellett akkor egy Facebook eventet részrehozni azért, hogy sül a bölény, mert jött az illat, jött az információ attól, hogy száll a füst, és énekelünk, és jól vagyunk, és most tudtok elni egy ideig. Tehát így kezdődött a színház. Na most, akikről még szeretnék beszélni, az egyrészt a Popper Péter, Vegerdi Tamás, Stanislavski. Miért? Hát kezdem mondjuk ott, hogy a Vegerdi Tamás Éter könyvet a színészi hatás eszközei Zeami mester művei szerint. Szó szerint rongyosra van az én könyvem tépve már, vagy olvasva. Hát nézzük meg azt, hogy ki volt ez a Zeami mester. 1375-ben Japánban egy tartományban az egyik tartományi vezető felfedezte a nószínházzal foglalkozó társulatot. Na most, hogyha én körülbelül így tartanám az előadást, akkor elvesztenék egy. Igaz? Akkor az majdnem olyan lenne, mintha én maszturbálnék a színpadon. Hiszen magamat elégítem ki. Abszolút nem törődök, most csak fél percet mutattam. Egyáltalán nem érdekel, hogy titeket fog-e ez érdekelni és lekötnek-e, vagy egyáltalán kapcsolatunk legyen. Na most ez a No színház egy mozgásos színház, egy japán módszer, és valóban 1370-es évek végétől ehhez az Zeami mesterhez kötik a No színháznak a kialakulását jelenlétét. Hogy sokkal kevesebbet beszélve, nem ez a rizsázás. Nem az volt, hogy kiállunk és elmondjuk a bárbán. Tulajdonképpen fontosabbnak tartjuk az a gondolatból érzésé alakított, de mozgással előadott mondandót, mint amikor csak a verbalitás van, és tulajdonképpen csak ott, most már úgy hívjuk őket, hogy bőlények bődülnek a színpadon. Tehát ebben nőttünk fel, ha bele van. Ugye a régi nemzeti színházban gyönyörűen beszélő színészek kissé érdektelen módon valóban mondtak gondolatokat, de azt
azt tapasztaljuk, hogy sokkal jobb a hatás, ugye ma a hatásról szeretnénk beszélni, akkor, hogyha ez együtt jár valamilyen átadással, amikor ő beleéri magát abba, amit el fog mondani, és akkor könnyebben beleéri magát a hallgatóság is el, abba, hogy most mit fog kapni. Tehát nem csak ilyen agyas dolgokról van szó. Stanislavski is azt mondja, hogy a kortex, tehát hogyha az agykéreghez szólunk csak, és egyáltalán csak a tudatos részünket mozgósítjuk, az sokkal kevésbé érdekes, mintha a szubkortexet, vagyis a tudatalatti szeretnénk egy kicsit életre hívni a nézőben is. Vagyis ti is szintén foglalkoztok azzal, hogy a bal és a jobb agyféltekét valamilyen módon összhangba hozni. Hogyan lehet ezt? Úgy lehet ezt, hogyha az, aki játszik, és innentől magáról a színészről, vagy a színészetről szeretnék egy kicsit mesélni, az olyan mértékig van jelen. Most mindenki talán, vagy gondolom, hogy hallottuk a Stanislavski módszernek a legalább a nevét, tehát ő a beleélő színházról tanított. Ő azt mondta, hogy nagyon bele kell élni magát a színházba, a színésznek, abba a szerepbe, ugye például ő találta ki ezt, hogy figura lesnek, mennyire. Tehát figyeld az embereket, tanuld el, hogy öltözik, hogy jár, hogy néz ki, mert nem tudhatod, hogy mikor kerül arra sor, hogy te ezt használd. Aztán. Hát a saját életét is keresztül szűri tulajdonképpen a saját életén az összes szerepet. Na, erről még fogok egy kicsit mesélni, de van egy bizonyos Peter Brook, aki az egyik leghíresebb angol színházi rendező volt, ő írt egy Üres tér című könyvet, és ő azt mondja, hogy ha egy ember átmegy a téren, hát ez az ember átmegy a téren. De ha ezt valaki, bárki, bárhonnan nézi, az már színház. Tehát például Kufucskál a Gizi néni a harmadik emeleten, ugye ismerjük azt a fajta nénit, aki nem mutatja, nem engedi, hogy te lásd, hogy ő lát, és akkor Kufucskál a csipkefüggőnyen ül, és látja, hogy átmegy a téren egy ember. Na most. Például, hogyha ez az ember rettentően rohan, akkor Gizi néni számára ez elindíthatja a fantáziáját, hogy ismered. Itt a Lajos, most ez már hova siet? Ez most honnan? Ez most menekül? Vagy mit fontoskodik ennyire ez a Lajos? Ez mire készül? És Gizi néni fejében már megszületett egy dráma. Vagy például megy át valaki az utcán, akár én, mert nem vagyok nagyon ügyes, és megbotlok, ezt nézi valaki, akár velem egy szinten, vagy valamelyik erkélyről, akkor számára egy örveszk. Ugye, mert hogy szedem össze magamat, és egyáltalán négy kézzel fogok csúszni, akkor lett neki egy örveszk előadás ingyér. Vagy, hogyha látjuk, hogy sír, törülgeti a szemét, akkor lehetséges, hogy ő most szakított azzal a pasiával, aki most döntötte el, hogy mégis a feleségével fog maradni. És tulajdonképpen, ha egy kicsit figyelsz, akkor a metró megállótól kezdve a saját lifteni mindenhol drámákat látunk. És az most lényegtelen. Én például egész életemben ezzel játszom, és lényegtelen nekem igazam van. Tehát nem igen szoktam lecsekkolni azt, hogy jól látom-e, hogy neked a kivételesen jól napod van, és elkezdett az, hogy ez meg mitől olyan boldog ebben a hülye világban? Sem jogunk, mint boldognak lenni, és kitalálok történeteket hozzani. Vajon miért lehet ő olyan boldog? Na, az elmi mesternek ez a bizonyos no színháza, maga a no, japán fogalom, az azt jelenti, hogy képesség.
Tehát ő már ugye a 14. századtól arra tanít minket, hogy azt a képességet kell fejleszteni, hogy át tudjad adni azt, ami benned van. A Popper Péter pedig írt egy olyan Színes pokol című könyvet, amiben a színészekről például úgy nyilatkozik, vagy úgy csoportosítja őket, hogy van például a komédiás színész, és van a varázsló színész. A komédiás színész az bármit eljátszik úgy, hogy ő úgy gondolja, hogy ő most belebújik a házmesternek a szerepébe. Na most visszatérve mondjuk a pszichoszínházra, ahol én vagyok a kerékes is, megírom a jeleneteket és a karaktereket a színészeknek, elképzelek egy 90 perces előadást, de ott improvizálniuk kell a színészek. Magyarul abszolút nem mély vízbe dobom őket. Azokat a színészeket, akiknek már eleve nem normális a szakmája, mert eleve milyen dolog az, hogy 7 óra 7 perckor ő egyszer csak ír király. Ugye azt mondom, Darvas Iván is mondta ezt, hogy hát az a színész, aki nem csak 7 óra után 5 perccel kezdi magát ír királynak érezni, hanem aznap ő már reggel ír király, az hülye. Viszont aki ezt nem érzi, az meg nem jó színész. Na mit kezd érni ezt egy ilyen szakmában? Mit tudunk mi egy ilyen szakmáról, igazából? Semmi nem az, aminek látszik, hanem egy picit az ellenkezője, ugye? Na és akkor én, mint kerékes, mondjuk olyan történetet találunk ki, hogy van egy bizonyos főszereplő, mindig két színészre írom, kivéve a bulikat, mert már volt 100. előadásunk is, sőt, volt 300. előadásunk is, és ezeken aztán elszabadul a pokol, és akkor lehet, hogy sok színésszel dolgozom. Szóval, akkor a főszereplő eljön hozzám egy pszichológushoz, tehát én azt fontosnak tartom, hogy azért megmutassam, hogy színpadon az, hogy pszichológushoz járni, az tök normális dolog. Tehát igen, azzal akartam ma kezdeni, hogy úgy tudom, hogy a kutyaterápiáról volt szó, és úgy tudom, hogy a lovas terápiáról lesz szó. Tehát akkor kutyák és lovak között, most én egy másik állatfajról beszélek, aki a színész, ugye. Na most, tehát például azt minden előadásban látszik, hogy eljön az egyik színész, annak a szereplőnek a nevének hozzám terápiára, hogy képzeld, Júli, ez van vele, és lehet, hogy a történetben a másik színész neki több valakiét eljátsza. Tehát akkor most mondok olyanokat, hogy például a Csányi Sándor az nem szeret beöltözni. Semmire. Lehet, hogy ő a Popper-féle kategorizálás szerint ő a varázsló színész, ezt majd még bizonyítani fogja biztos. De mondjuk a Feri Iván az boldog, hogyha én hozok neki egy tök hülye svájci sapkát, meg egy ilyen 100 éves kötőt mellé, és akkor ő ebbe egy bácsika tűnek. Boldog. Vagy hogyha azt mondom, hogy most te egy ilyen bumbó macsó vagy, akkor ő levetkőzik, és akkor ő így nagyon izgozik, és rettetően megmutatja a megfelelő szókincsel együtt, hogy mi van, hogy most mit akarsz, te itt vagy. Rögtön az a külsőség, amit akár egy sapka, vagy egy bot, vagy bármi tud hozni, az segíti a színészt. Tehát a Jordán Tamás is például egyszer úgy fogalmazott, hogy a normális színházakban, ami nem én vagyok, ugye, ott is, hogy a színésznek egy mankót jelent, hogy megtanulja, hogy a második felvonás harmadik jelenetében ő neki azt kell mondani, hogy na mindjárt jön az inas, és akkor itt talál egy ilyen virágcsokort, és azt el kell dobnia. Ha nem lenne ott a virágcsokor, azon a mondat részen, akkor rettentő bajban lenne, mert ő annyi mindenre figyel így is, de a keze alá kell dolgozni, és az ugye bele van építve az ő mozgásával együtt a szerepbe, nem az, hogy ezt mondja, hogy
hát úgy hozzá várnám azt a virágcsokrot, hanem ugye nagyobb hatás van akkor, hogyha ő megfogja és odavágja mindenhová. Úgyhogy ezek segítik a színészt abban, hogy ő azzá váljon. Na most mini vízbe dobjuk, igen. Ez az empátia. Tehát vegyük azt, hogy lehet, hogy van olyan ember, aki hát nem teszi jól, de soha nem volt még színházban. Van ilyen is. Na de az ilyen ember, az megjár futballmeccsre. Ott mi történik? Vagy bármilyen meccsre. Ott mi történik? Ott emberek küzdenek, rúgnak, birkoznak, egymást lövik, stb. És ha hiszitek, hanem tulajdonképpen ugyanazokat az izmokat mozdítják meg a nézőben, amely izmokkal ő azt a labdát fogja rúgni. Ez bizonyított tény. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk, hogyha csurog egy vízesés a színpad, azt nem szeretjük. Ugye azt nem szeretjük, mert ingerel minket bizonyos dolgokra. De az izomnak a feszülése, az bennünk is megtörténik. És annak a kioldása is megtörténik. Például találtam egy kísérletet, bizonyos Rajtán nevű ember 1928-ban egy ilyen őrült tudós bogarász lehetett, aki a sáskákat kioperálta, kiszedte a belső részei, amiről tudva levő, hogy csak úgy, mint a béka, halála után az a perisztaltika, a belső gyomor mozgás, az neki ott rezeg. Annak a sáskán. Komoly. Csak vicces. Na most, mit csinált ez az ember? Mellé tett a közelébe egy másik élő állatot, de csak már csak az a gyomor perisztaltika volt, vagy az a kipreparált belsőség.